Most felkérem Ömböli Zoltánt, a Hidas Néptánc Együttes vezetőjét, hogy mondjon néhány gondolatot a táncosokról. Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a tavaszváró méhész ünnepen. Hidasról, a Baranya megyei Hidasról érkeztünk, itt a Tolna Baranya széle, Bonyhás szomszédsága, biztos, a mindenkinek ismerős a helység, ez a név. Hidasra 1945-ben bukovinai székelyek települtek. Bukovinai székelyek Andrásfalváról és a Isten Segítsről, vagyis Cibérből. Az oda telepítettek kétharmada, talán háromnegyed része is andrásfalvi, akik a többi bukovinai székelyel, a több mint 20 ezer bukovinai székelyel ellentétben református vallásúak. Hidason már a kezdetektől próbálták és próbálgatták a hagyományokat őrizni, összefogni. Már 1946-47-ben is felmerülő szerepeltek Budapesten, parlamentben, az országházban, sőt a nézőtéren látok egy 61-2 éves fiatal embert, akinek a nagypapája a pipájáról szóló nagyon kedves, szép népdalt énekelt a magyar parlamentben. Ez az együttes egyesület, a Hidas Néptánc Egyesület ezzel a felállással, ezzel a névvel 20-21 éve működik, 20-21 éve alakult ez az együttes, ez az egyesület. Elsősorban fő célunk, célkitűzésünk székely őseink hagyományainak, tiszteletének, vezethető vissza tiszteletére, hagyományaink őrzésére, ápolására, elsősorban ének, népszokás és a tánc, a néptánc megőrzése, továbbadása. Az egyesületünk művészeti vezetői és tánctanárai Radákné Fekete Etelka és Radák János. Egyesületünknek gyermek, felnőtt és most már 4-5 esztendeje egy úgynevezett idősebb korcsoportú csoportja is működik. Gyermekeink létszáma változó, 16-18-20, de alkalmanként 24 fő is volt. A felnőtt táncosai 10-12-15-16 fő. Természetesen ez változik, hogy a gyermekek megnőnek, kirepülnek, iskolába, kollégiumba mennek. Az utánpótlás folyamatos. Mint említettem, a bukovinai hagyományos székely táncokat, énekeket tanuljuk és elevenítjük föl elsősorban, de ezeket kiegészítjük más egyéb táncokkal is, elsősorban erdélyi és székely táncokkal.